Van olyan utca Gyulán, amelyen jól látszik, hogy mennyire épít a város az idegen forgalomra, akkor a Tiborcz utca ebbe a körbe tartozik, szinte egymást érik a panziók és a különböző szálláshelyek. Régen viszont ez az utca, ha nem tévedek nagyon, de ha igen, akkor Imre bácsi kijavít, a uradalomhoz tartozhatott, tehát a kastélyhoz, ha nincs igen, közelhoz. Mellettünk volt a kastély, és ha kastély van, akkor kell lenni egy vadaskertnek is mellette, és Vadaskert utca is volt. Vagy Vadaskert utcának nevezték. 22 holdas vadaskert volt mellette a kastélynak nagyon sokáig. No, ez a vadaskert sor megszűnt 1948-ban, miután felosztották a vadaskertet, és továbbiakban vadaskert eltűnt, de hogy mégis megmaradjon a neve, az utolsó utca Vadaskert utca lett. Nagyon szép, hogy az emlékét meghagyták ezzel. A békét menek terveit, kertőd elé viszem, s ha nem segít a nemzeten. De térjünk rá akkor Tiborcz utcára. Tiborcz mindenki számára a Bánkbánból ismerős, de egy kicsit korábban kezdem, mert Katona József Bánkbányában, amikor próza volt még, ott szerepelt Tiborcz, a magyar parasság képviselője. 1814-ben kezdte írni nyersanyagban, 19-ben már kész volt, akkor Erkert Ferenc 9 éves volt. A Bánkbánban tulajdonképpen csoportok vannak, mégpedig van Bánknak és csoportja, a magyar főurak is annak a csoportja. Vannak az idegenek, Gertrud, a királynő, annak a testvére Otto és a Biberach, a lézengő Ritter, ahogy szokták mondani. És a harmadik csoport pedig egyedül a Tiborcz, a paraszt, aki természetesen a magyarokkal van. Már maga ez a felosztás is merészség volt Katonától, hogy vannak magyarok és vannak idegenek, akik mind rosszak, sőt elcsábítják ugye Bánknak a feleségét. Szóval egy olyan borzalmas dolog, hogy tényleg kifogásolta is a cenzúra, a cenzor, aki a cenzúrát végzi, hogy nem lehet előadni, vagy kinyomtatni esetleg. A lényeg az, hogy 1833-ban egyszer előadták, hogy mikor, még, hol, azt már nekünk kövessük. Ahhoz azonban, hogy ebből opera legyen, természetesen Erkelnek az ötlete kellett, és Erkel harmadik operája volt ez. Kellett hozzá egy librettó, tehát egy szövegkönyv kellett az operával kapcsolatos szövegkönyv, amit még Egressy Béni írt, de aki 1851-ben meghalt. Mondjam el, hogy találkoztam egy ilyen kis újságcikkel az 1850-es években, 1852-53 körül, hogy Erkel Bánkbánja már kész, csak azt várja, hogy a főszereplő Hollósi Kornélia, aki külföldön volt éveken keresztül, az hazatérjen. Hát ezt nem tudom, hogy így van-e, nem hiszem. Lényeg az, hogy 1860-ra kész volt az opera, és az kellett hozzá, hogy előadják, hogy megszűnjön a Ferenc József vagy abszolutizmus, 1859-től kezdett, tehát jöjjön az a bizonyos itáliai vagy olaszországi, mindegy, hogy mondjuk csatavesztés, ugye, amikor rájöttek arra, hogy hát Magyarország van csak mögöttük, hát jó lesz jóba állni velük, jóba lenni velük, és megszűnt az abszolutizmus, és lassanként elkezdődött a kiegyezésnek az előkészítése. No, ekkor 1861. március 9-én adták elő a Nemzeti Színházban. Kitiltják természetesen a színpadokról, de hát mégiscsak Erkel operája. De én, hagyjuk ezt, régen volt, szót sem érdemel. A Tiborcz fanaszából szeretnék idézni néhány sort. Nem olyan mellékszereplő ez a Tiborcz. 180 sort kapott az operában, tessék elképzelni. Jelentős szerepet. Azt jelentette, hogy így szerepeltetni a parasztot igazán nagyon pozitív
tett volt. Így mondja Tiborca panaszában. Szép földeimből vadászni berkeket csinálnak, ahová nekünk belépni sem szabad. És ha egy beteg feleség, vagy egy szegény himlős gyerek megkívánván lesújtunk egy rossz galambfiat, tüstén kikötnek. És aki száz meg százezret rabol, bírálja lészen annak, akit a szükség garast rabolni kényszerített. Ilyet mondani abban az időben tényleg nagy merészség volt.